Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Véget ért az olimpia, én azt gondolom, hogy csoda pillanatokkal ajándékozott meg bennünket, ahogy négy évente mindig, hála Istennek tesszük hozzá, ott ültünk a képernyők előtt hajnaltól késő estig, aki tehette, természetesen szurkoltunk a magyarokért. Ugyanakkor számunkra itt a Fehérvár Média Centrumban fontos volt, hogy kicsit közelebb kerülhettünk ehhez a rangos sporteseményhez, hiszen egy kollégánk, Búzás Gábor is részt vett a közvetítésekben, az Eurosport munkatársaként a röplabdát, strandröplabdát és egy kicsit ollaslabdát ő közvetített. Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat négy évente. Ugye azt még tegyük hozzá, hogy Kovács Sacival már beszélgettünk, aki a második olimpiai érmet szerezte Székesfehérvárnak, szintén öttusában, Vörös Zsuzsa olimpiai aranyérme után bronzérmes lett. Figyelted? Sacit szurkoltál neki? Szervusz Gábor. Persze, ez úgy nézett ki, hogy amikor bent voltam a stúdióban, a szerkesztőségben, már pedig jó rész bent voltam, mert úgy alakult a beosztás, hogy nagyjából reggel 6-tól délután 5-ig bent voltam, mert reggel is volt egy meccsem, meg délután is volt egy meccsem, és hát a köztes időben meg persze követtem az olimpiát nyilvánvalóan, és amikor volt valami nagy magyar éremesély, vagy mondjuk vívódöntő, vagy az öttusa, vagy a kajakosok, és a többi, akkor rendre összegyűltek az éppen bentartózkodó kollégák, ugye leginkább kommentátorok, újságírók, meg technikusok, 8-an, 10-en, 15-en, ahányan éppen ott voltunk, és így néztük, és így szurkoltunk, készültek is ilyen belső videók, hogy szurkolunk, meg hogy örülünk, úgyhogy persze néztük a legfontosabb eseményeket. Egyébként ugye azt tudjuk, hogy snooker szakértő vagy a legrangosabb versenyeket közvetíted, de melyek azok a sportágak, amelyeket figyelemmel kísérsz? Hát ugye snooker mellett nagyon sokszor, illetve régen sokat kommentáltam teniszt, nyilván azt követem, téli sportokat, tehát nem tudom miért, de nekem a téli sportok nagy szerelmeim, pedig effektíve semmi közöm hozzájuk, mert egy szánkózás a maximum, ami tőlem kitelik, de azért sok téli sportot követek, kommentáltam is. Igen, téli olimpiát is. Téli olimpián is kommentáltam. Atlétikát igyekszem követni, mert az nekem egy örök szerelmem. Úgyhogy leginkább ezeket. No, megérkeztünk Tokióhoz. Hogy zajlik egy ilyen felkérés a csatornán belül? Tehát hogy dől el, hogy milyen sportág jut neked? Hát ezt igazából nem tudom, ez úgy dől el, hogy Szabó Gábor, a főszerkesztő, eldönti, hogy ki mit kommentál, ugye a korábbi tapasztalatok alapján, és én nagyon sokat kommentáltam röplabdát, tehát régen, a régi szép időkben, rengeteg röplabda volt nálunk, világliga, olasz bajnokság, olasz férfi, olasz női bajnokság, strandröplabda, rengeteg röplabda volt az Eurosporton, sajnos ezek már nincsenek, de hát én még akkor kerültem oda, 2006-ban, amikor ez még nagyon ment. Pár évig én ebben benne voltam, nagyon sok röpit kommentáltam, és egyszerűen szereti a Gábor, hogy én röplabdát kommentálok, úgyhogy én kaptam a nagy részét. Ugye az olimpia mégis más, tehát bármilyen komoly sportrendezvény van, az olimpia az mindig különleges, a röplabda nem különben. Azt azért tegyük hozzá, hogy a röplabda sajnos Magyarországon kevésbé népszerű. Tehát a többi csapatsportákhoz, illetve a labdásportákhoz mérten legalábbis jellemző módon a válogatottjaink zöme, a legjobb játékosaink külföldön szerepelnek az egész világon, tehát nem is soroljuk fel Japántól Lengyelországig. Az orosz ligában játszanak, stb. Nyugat-Európában is nagyon-nagyon sokan. Szóval azt hiszem, hogy ez óriási kihívás. Annál is inkább, mert hogy a válogatottak zöme alig-alig van európai, bár itt azért majd a fiúknál azért rátérünk. Hogy kell felkészülni? Hiszen azt tudtad, hogy mindkét nemben 12 csapat indul, már most a teremröplabdáról beszélünk, és hát mind veretes együttes és egészen kiváló, szenzációs játékosokkal. Hát, hogy kell felkészülni, azt nem tudom. Én úgy készültem föl, hogy nagyjából egy hónappal az olimpia előtt elkezdtem röplabdát nézni. Tehát zajlik egy, hát mondhatjuk úgy, hogy felkészülési verseny, ez nem teljesen igaz, mert minden évben van
most épp Nemzetek Ligájának hívják, férfiaknak, nőknek egyaránt. Ez egy ilyen hosszabb, ilyen ligarendszerű lebonyolítású, és egészen egyszerűen megnéztem meccseket, hogy, mert már elég rég kommentáltam röplabdát, tehát hogy a ritmusát felvegyem megint, hogy ez hogy néz ki egészen pontosan. Nyilván sok újdonság nincs a röplabdában, de azért utánéztem esetleg, van-e valami új szabály, és a többi. És hát akkor a másik legfontosabb dolog, hogy tudjam, hogy effektíve mikor kiér bele a labdába. Mert tehát ugye a röplabda ez borzasztó gyors sport. Nyilván nem olyan, mint a foci, hogy mindig mondod, hogy most ez most az amaz, mert nincs erre idő, meg fölösleges is lenne. De azért, amikor valaki beüt egy szép pontot, vagy bevisz egy szép blokkot, akkor jó, ha tudod, hogy ki volt az. És nekem ez a nehézség benne, hogy minden csapatnak ugye a főbb játékosait tudjam, be tudjam azonosítani, nyilván van rajta egy szám, de hát azt vagy látod, vagy nem, van valami külső jellegzetessége, az alapján be kell azonosítani. Sztorikból föl kell készülni, hogy kinek milyen érdekességei vannak, mi történt vele. Úgyhogy effektíve ezzel telt az olimpia előtti egy hónap. Mire kell ügyelni azon túl, hogy felismert az ütőjátékost, a fogadót, a feladót, és így tovább? Hát arra, hogy tudjam, hogy melyik csapat, hogy is mondjam, hogyan szeret játszani. Tehát például nekem egy óriási nagy, tehát imádtam azt a momentumot az olimpián, amikor a japánok megcsináltak egy olyat, amit én még nem igen láttam komoly röplabda meccsen, amit mondjuk a kéziben szoktak, kéziben azért már jó rég láttam ilyet, hogy a szélső megy, beugrik a hatoson belülre, és nem rádobja, hanem bepasszolja a középen érkező játékosnak, és ő beugrik, elkapja a labdát, és bedobja. Na, ilyesmit csináltak meg röplabdában a japánok, ami egészen szenzációs pillanat volt, hogy első érintésből föladta a föladó, rájött ki az első érintés, jött a hármas vonal mögül középen az ütőjátékos, már lendített, hogy ő üt, ugye a blokk az fölugrott, hogy blokkolja, de nem ütött, hanem kiadta a szélső játékosnak, aki meg blokk nélkül, teljesen simán védekezés nélkül be tudta ütni. Ez egy olyan pillanat volt nekem, hogy még most is borsódzik tőle a hátam, annyira tetszett. Aztán persze megpróbálták néhányszor, és nem jött össze, ez nem olyan egyszerű. De hogy ilyen kis stílusbeli különbségeket lássak, hogy mondjuk az oroszok például, az oroszok régebben úgy játszottak, hogy óriási nagy ütések, tehát szinte csak erőből játszottak. Óriási nagy ütések, óriási nagy blokkok, nem voltak nagyon gyors játékok. Most meg egy nagyon érdekes orosz válogatott jött össze, mert volt benne a régi gárdából is egy-két játékos, de inkább ilyen újabb, lendületesebb fickók alkotják az orosz válogatottat, akik a gyors játékra mennek, és teljesen más felfogásban játszanak, mint a régi oroszok. Igen. Úgyhogy ezekkel jó tisztában lenni. Az kellene statikus volt. Igen. Az, hogy nincsenek nézők, az mennyire zavaró egy stúdióban ülve közvetíteni? Hiszen itt csak a játékra kell fókuszálni, az egyértelmű, de azért zavar valamelyest? Azt hittem, hogy zavarni fog, és aztán 3 perc alatt hozzászoktam. Hát igazából ugye én egy stúdióban ülök, ahogy mondod, tehát ilyen. Hogyha ott lennék a helyszínen, akkor biztos zavarna. Én egy kis kockában ülök, egy üvegkockában, ott ez nem igazán számít. Igen, nézni, meg hát játszani is nyilván más, hiszen minden hangot hallunk egyrészt, tehát a sikít női sikítást, a fiúk hörgését, de azért az Aréke katlan nem volt katlan most. Más volt, igen. Voltak olyan csapatok, amelyekre külön készültél, mert hogy várhatóan ugye eljut, ahogy meg is történt, nyilván voltak meglepetések, de meglehetősen kevés. Ugye a fiúknál nagyon sok európai volt, tehát az olasz, lengyel, orosz, francia, el lehet vonatkoztatni attól, hogy európai, vagy mert hogy stílusban is azért mások, hiszen a japánokat említetted, hogy a japánok például teljesen mást játszanak, meg az amerikaiak is. Japánok, igen, ők egy külön kategória. Különben azért nincsen óriási nagy különbség az európaiak meg a dél-amerikaiak között, mert rengeteg dél-amerikai Európában játszik, tehát ezért ez keveredik eléggé a kétfajta stílus. Hát nyilván persze megnéztem, hogy kik lehetnek az esélyesek. A nőknél ez bejött, mert ott azt lehetett érezni, hogy valószínűleg ezt az amerikaiak megnyerik.
A férfiaknál meg egyáltalán nem jött be, tehát ott nagyon komoly meglepetések voltak a végjátékban, elődöntő-döntő szinten. Mennyire népszerű a röplabda? Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, illetve én azzal kezdtem, hogy sajnos Magyarországon kevésbé. Nyilván vannak tradicionális klubok itthon is, de azért a régi időkhöz mérten továbbra is a legjobbjaink külföldre szerződnek. Ugye te követed valamelyest a röplabdát is, azért az látszik, hogy a fejlődés technikailag is tökéletes, fizikailag nem különben, tehát ilyen 80-90-es helyből emelkedések vannak, tehát igen, az zseniális, és a lányoknál is. Igen. Igen, meg hát ha már a technikát mondod, akkor ugye a közvetítés technika is fejlődik, tehát most már, ahogy a teniszben, meg más sportokban is, itt is van challenge, tehát hogyha valami nem egyértelmű, akkor ki lehet kérni a videóbíró segédletet. Ázsiában nagyon népszerű, ugye rengeteg versenyt, nagy fontos tornát rendeznek Ázsiában, meg hát Európában vannak nagyon erős nemzetek, a franciák azért most az nagyon nagy meglepetés, ők olimpiát nyertek, tehát ők mondjuk úgy, hogy feljövőben lévő nemzet, de az, hogy rögtön megnyerik az olimpiát, az hihetetlen. És egyébként a franciák az nekem egy külön sztori, mert valamikor tavasszal, hát az olimpia előtt pár hónappal leigazolták az egyik legnagyobb brazil sztáredzőt, hogy majd az olimpia után vegye át a francia válogatottat, azért, mert a következő olimpiát ugye Párizsban rendezik, és hogy hazai környezetben szeretnék megnyerni az olimpiát. Ebben ugye implicit benne van az, hogy hát idén úgyse nyerjük meg, tehát erre nem sok sanszot látunk, idén megnyerjük, és hogy átadták a Bernardinho-nak a csapatot az olimpia után. És erre megnyerték az idei olimpiát, amire szerintem ők maguk sem számítottak. És főleg azért érdekes ez, mert az első meccsüket kommentáltam, ha jól emlékszem, az amerikaiakkal játszottak, és nézhetetlen volt, amit műveltek a franciák, mintha nekik szenvedés lenne ott játszani. Olyan volt, mintha ilyen hisztis gyerekek lennének, akik nem akarnak ott lenni, és mi az, hogy nekünk itt röplabdázni kell. Tehát teljesen nonsens volt, hogy viselkedtek, rossz volt nézni a szenvedésüket, és itt indultak, és így mentek fölfele. És ezt így a hangulatukon lehetett érezni, meg az akaráson, hogy valami történt, lehet, hogy megnézték azt a meccset, vagy a vezetőedzőjük mondott nekik valamit, tehát nyilván mondott, és úgy összekapták magukat, hogy ebből egy olimpiai lett. Tehát íve volt a történetüknek. Abszolút, tökéletes íve volt. Egy kicsit foglalkozunk a lányokkal, annál is inkább, mert gyönyörűek. Kezdjük ezzel. A másrészt pedig ugyanolyan atlétikusak, mint a fiúk. És a stílusuk is egyre inkább közeleg. Tehát ha én visszaemlékszem a régi időkre, amikor a női röplabdát néztük, hát ég és föld a különbség. Ez tetten érhető a közvetítésben is? Borzasztó nagyokat ütnek. Nyilván ezt akkor éreznél át, ha ott lennél a pályán, igen, hogy milyen nagyokat ütnek. Nagyon gyorsan tudnak játszani a nők is, tehát az, hogy egy feladás ugye nem ilyen ívesen adják fel, hanem szúrják, és következő tized másodpercben jön az ütés. Ezt nevezzük ugye gyors játéknak. Erre is abszolút alkalmasak, és igen, egyre több a mondjuk úgy, hogy a férfias labdamenet, tehát amilyen tiszta játék, nyitás, ütésfogadás, feladás, beüti, kész, vége. De azért a nőknél még mindig sokkal több a hosszabb labdamenet, mert azért annyira nem ellenállhatatlanok, annyira erőset nem tudnak ütni, úgyhogy hosszabbak a labdamenetek, és ez kommentátori szempontból jó, mert több érdekesség történik, több fura dolog történik, több hiba van esetleg, nagyobb, nagy mentések vannak, tehát egyszerűen több minden történik. A mérkőzésen belül nyilván van egy ritmusa a közvetítésnek, de milyen információkat várnak el a nézők? Tehát ugye te több sportágat is közvetítesz, és nyilvánvaló, hogy érdekességre is kíváncsiak. Mondjuk a röplabda az gyors játék, de azért ott is feltétlenül szükség van arra, hogy egy-egy plusz információt közölje nézőkkel. Fel kell készülni abszolút, tehát ugye vannak időkérések, azokat ki kell tölteni, nyilván egy időkérésnek oka van, tehát mindig van egy valami helyzet, ami miatt időt kérnek, akkor nyilván azt is elmondod, hogy most így állnak, úgy állnak, ezért kell, ez az oka, de hát persze érdekességekkel fel kell készülni mondjuk a vezetőedzőből, mondjuk Kárcs királyból nem nehéz fölkészülni, ő volt az amerikai női csapat szakvezetője. És ráadásul világklasszis volt, magyar származású háromszoros olimpiai bajnok, aki olimpiai bajnok lett a férfi terem csapattal kétszer, a strandon, ugye az első olimpiai alkalommal Atlantában, amikor először megrendezték a strandröplabdát, olimpián akkor is bajnok lett, és ugye szakvezetőként is olimpiai bajnok lett, egészen elképesztő figura. Nyilván tudjuk, hogy a kommentátor semleges, de azért szurkoltál valakinek? Nem, én nem vagyok egy szurkoló típus.
tényleg nem tudok mást mondani, hogy én már nagyon rég lejöttem a szurkolásról. No, hát a nőknél viszont papírforma eredmény született helyek közel, gondolom én. Hát a fiúknál ugye a francia siker az teljesen váratlan volt. Viszont ott van nekünk a strandröplabda. Ez is betört Magyarországra, hála Istennek, tehát azért láthatjuk, hogy a Balaton környékén meg számtalan strandröplabda központnak adhat otthont nagyon jó versenyeknek, népszerű is, elég jók vagyunk, jellemző módon ugyebár kis híján kijutottunk a fiú csapat az olimpiára, és akik legyőztek bennünket, a belgák negyedikek lettek, tehát majdnem csak azért ez egy remek eredmény, ha úgy tetszik. De mennyiben más a strandröplabda azon felül, hogy két gyönyörű nő, két férfi ember játsza, és homokban, és mások a szabályok természetesen, de mennyiben más közvetíteni? Teljesen más, mert, hogy is mondjam, sokkal egyszerűbb, tehát sokkal kevesebb dolog történik. Kicsit olyan, mint hogyha mondjuk azt mondod, hogy a snookerhez képest a poolbiliárd mennyivel másabb. Igen. Sokkal egyszerűbb a poolbiliárd. Nem azt mondom, hogy könnyebb játszani, mert akik tudnak poolozni, azok nyilván nagyon jól tudnak, és akik tudnak strandröplabdázni, az sem egy egyszerű dolog. De maga a játékmenete egyszerűbb, ugye ketten állnak a pályán, tehát sokkal könnyebb pontot szerezni, hamarabb vége van a labdamenetnek. Egyszerűen ritkább az olyan pillanat, ami ilyen wow pillanat, hogy fú, ezt hogy mentette meg hogy hozta vissza, hogy ütötte be, és a többi. Kicsit kevesebb az esemény, tehát jobban föl kell készülni az adott játékosokból, főleg hát, hogy négyen vannak, tehát nem is olyan nehéz fölkészülni belőle. Tehát itt is 12-12 csapat indult, egy-egy országból két páros is indulhatott, ez volt a különlegessége, és azt mondom, hogy fantasztikus küzdelmeket hozott. Én nagyon sajnálom, hogy itt a környékünkön nincsen, mert nyilvánvaló, hogy ez egy közönségvonzó dolog. Ez tetten érhető egyébként a közvetítésben, és hogy más a ritmusa, kellően játékos, viszont nagyon-nagyon komoly felkészülést igényel, hiszen azért ne feledjük, az a homok egy más terep. Nagyon más terep, és rengeteg olyan játékos van, aki ugye teremröplabdából indult, mert a legtöbben onnan indultak, és átment strandröplabdázni, és olyanról is hallottam, aki visszament teremröplabdázni, és azt mondta, ez egy nagyon magas orosz játékos, most nem is tudom, hogy a Szemjonov vagy a Lesukov, valamelyikük, és azt mondta, hogy neki az ízületének egyszerűen rosszat tesz, hogy teremben röplabdázik, ugye, és visszament a homokra, mert azt mondta, hogy az ízületének sokkal jobb, ugye rengeteg ugrás, rengeteg érkezés, térdízület, csípő és a többi, ami a felső testet érinti, az nagyjából ugyanaz, de az alsó testnek nagyon más homokon játszani, és azt mondta, hogy ő visszamegy strandra, mert sokkal jobb az ízületének. Úgyhogy ilyen különbségek is van. Igen, technikailag meg taktikailag is más nyilván teljesen, a strandröplabda. Vannak-e a strandröplabdában olyan különleges pillanatok, amelyre szívesen emlékezel? Van egy-kettő, de már meg nem mondom, hogy ki volt az. Őszintén szólva én azért a teremröplabdát azt nagyon-nagyon szorosan követtem, a strandröplabdát ezt egy kicsit kevesebb meccset kommentáltam, meg egész egyszerűen engem a teremröplabda jobban érdekel. Most mit mondjak erre? Szerintem egy izgalmasabb, összetettebb dolog. Nyilván, ha kimennék az olimpiára, akkor kimennék a strandröpire is, meg a teremröpire is, de nekem itt a teremröplabda volt a fő csapás irány. Úgyhogy én azzal foglalkoztam 100%-ban, és egy pici egyéb százalékban a többi sportokkal. Igen, hát az emberek többsége, már a férfi emberek többsége nyilván nézte a női strandröplabdát, hiszen gyönyörűek a lányok. Na most erről nem szívesen mondok semmit, de volt egy-két pillanat, amikor lehet, hogy meg kellett volna szólalom, és elfelejtettem megszólalni. Ilyen lehet, hogy megtörtént. Jó. No, egy kicsi tollaslabda. Tollaslabda megint egy olyan sportág, amelyet nagyon-nagyon sokan űznek. A strandokon mindenütt. Kicsik, nagyok. És ennek ellenére ugye magyar szinten ez egy nem, ha úgy tetszik, nem egy elfogadott olyan sportág, amit, ahol tehát, hogy lennének sztárjaink, illetve eredményeink. Versenyzőink vannak, én azt gondolom, hogy remekül szerepelnek a saját szintjükön természetesen, de milyen a profi tollaslabda? Ez egy kicsit más. Hát ez nagyon más. Egyébként tollaslabdázónk volt az olimpián. Volt az olimpián, igen. Csak tehát oda jutott ki magyar játékos, ami egy óriási nagy siker. Hát ugye elsősorban Ázsia. A tollaslabda az olyas, mint a pingpong, hogy leginkább Ázsia az uralkodó. Ezért óriási dolog, hogy most egy dán fiatalember tudott győzni, bár abszolút az esélyesek között volt, tehát top 3-ban volt, hiszen VB-t nyert. Nyilvánvalóan egy szenzációsan jó játékos.
A tollaslabda, nekem az egy óriási szerelem, én nagyon sokat tollaslabdáztam, tehát én már egyetemen elkezdtem, nyilván amatőr, nagyon amatőr szinten, de hát jártam versenyekre és a többi, tehát ez tényleg a szívem csücske. A tollaslabdával az a baj kommentátori szemszögből, hogy csak az olimpián, gyakorlatilag csak az olimpián találkozó vele. Volt egy-két tollaslabda közvetítés elszórva, ezzel van egy kis sztorim, hogy egyszer indultam egy tollaslabda versenyen, 10 éve körülbelül. Álltam a sorba, hogy ott kell nevezni egy pultnál, szervező, mondom neki a nevemet, így fölnéz, csak nem a tévéből. És mondtam, hogy jó, biztos valami snooker rajongó, vagy nem tudom mi. És kérdeztem, hogy de igen, de hát honnan tudod? Hát mert te kommentáltál tollaslabdát. Mondom, hogy én biztos, hogy nem. Egyszerűen nem emlékeztem rá, hogy tollaslabdát kommentáltam 2-3 évvel korábban. Ő meg egy akkora, egyébként nagyon fontos ember a magyar utánpótlás tollasnak, akkor a rajongó, hogy rögzítette az összes tollaslabda adást minden tévében az elmúlt, nem tudom, 20 évben, és emlékezett rá, hogy ebből mondjuk 2 én kommentáltam. De ez megerősítés, nem? Abszolút, abszolút. Igen. Mint ahogy megerősítés az is, hogy azért nézem a cikkeidet, az olimpiáról is olvastam jó néhányat, de ami abszolút megerősítés jelenthet neked, hogy a segítségetekkel és nektek köszönhetően lett rendkívül, és térjünk át egy másik sportágra, az a te alapsportágadra, rendkívül népszerű lett a snooker. Ugye ez itt szörmentén már esett szó róla, hogy mi a különbség a snooker és a másik biliárd között. Snooker idény, befejeződött a snooker igény, rövidesen majd azért csak-csak elkezdődik. Milyen volt snooker szempontból ez az éved? Kevés időnk maradt, tudom, hogy erről holnap reggelig lehet beszélni. Igen, igen. Hát kevesebb verseny volt, ugye egy csomó kínai verseny, tehát az összes kínai verseny törölni kellett, próbálták ezt pótolni, azért voltak versenyek, a világbajnokság szerintem szuper volt, én nagyon élveztem, és hát a VB után, most augusztus elején vagy közepén volt már valami kis verseny, de hát ezt nem nagyon lehet komolyan venni. Nekem igazából a snooker gála az, ami hiányzik, tehát azt egyelőre még mindig annyira bizonytalan a helyzet, hogy még nem merünk elindulni sem a szervezésben, pedig arra aztán bőven volna igény. Itt, az itthonira gondolok igen. Elsősorban. Igen. Várható egyébként, hogy újra a világsztárok jöjjenek? Mert ugye, ahogy beszéltünk erről, egyre népszerű ez a sportág. Várható, mi is várjuk, de ahhoz rendeződnie kell a helyzetnek. Tehát az, hogy most zárt térbe betereljünk 1500 embert, úgyhogy lehet, hogy jön egy negyedik hullám, erre mi nem kezdünk el szervezkedni. Pedig már nagyon várjuk. Én azt mondom, hogy az én egyik álmom, rengeteg sporteseményen voltam, világversenyeken is, de közelről, relatíve közelről látni Roni, tehát O'Sullivant, Trumpot, dolgozunk Szerbit, Williamseket, Higgins-t, mindenkit nagyon-nagyon várom. De gondolom te is. Nagyon. No, összegzésű, neked milyen volt ez az olimpia? Úgy összesen. Nekem olyan volt az olimpia, hogy most dolgoztam a legtöbbet olimpián, úgyhogy ilyen szempontból, hogy is mondjam, munka szempontból nagyon jó volt. Nagyon sokat voltam bent a szerkesztőségben, az utóbbi években nem fordult elő, mert otthonról kommentáltam nagyon sokszor. Megint találkoztam a kollégákkal, megint újra felfedeztem, hogy nagyon szeretem ezeket az embereket, mert tök jó kollégáim vannak ott is. Egyszerűen jó volt a hangulat, jó volt bent lenni, úgyhogy ez egy jó ilyen bő kéthetes buli volt. Mondhatni ezt, hogy kikapcsolódás, miközben nyilván dolgoztam. No. Örömmel vesszük, és hát mit kívánhatnék mást, mint negyedik hullám nélküliséget hosszasan. Köszönöm. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Búzás Gábor volt a vendégem, aki a Tokiói olimpia közvetítéseiről beszélt nekünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.